hölgyeim és uraim, aki nélkül nincs multimilliómos, Jakubcsek Gabriella. Üldös Matyéjával, azaz a Váradi Szabolcsal, a Kaposvári Színház írórendezőjével kilencszer vertük Döbrögén vissza, vagyis Szabolcs 9 kérdésre válaszolt már, meg is lett a jutalma. Több mint 4 millió forintot nyert eddig. Maradt még vagy 6 perce, úgyhogy a mese folytatódik, már csak 3 verés van hátra, remélem nem rajtam, Váradi Szabolcs következik. Na, nagyon izgalmas volt eddig, nagyon. Kicsit berezelt, azt láttam, mire, mikor elbúcsúztunk, mikor megszólalt a gong, szerintem akkor fogta fel előtt. Előtt egy szép előadást tartott arról, hogy milyen szép a játék, a felhőtlen öröm, ha nem tud, majd amikor megtudta, hogy 4.112.500 forintért játszik, akkor mintha valami kis halvány rezgés lett volna a szívében. Hát azért ez azért riasztó tud lenni így, amikor az ember ilyet csak leírva lát. Én szerintem, tehát, a, pénz nagy, szerintem a pénz nem tud riasztó lenni, csak ha negatívba megy. Van benne némi igazság, de szerintem elviselni ennek a súlyát talán nehezebb, mint a mínuszjelet, azt hiszem. Tehát most így azt hiszem, eddig folyamatosan mínuszban voltam, és legalább annyira riasztó. Én úgy kipróbálnám ezt. A pluszt? A pluszt. Cseréljünk helyet? Na azt azért nem. Na azt azért nem. Én itt szeretek ülni. Ugye, ugye. Na nézzük, hogy hogy állunk. Szabolcs, megvan még két segítsége. A kedvenc témaköre, ami majd a poprok lesz. És itt van Hornung Gábor. Üdvözlöm, Gábor. Na, 6 perc 54 másodperce van. Nézzük azt a 10. kérdés témakört, jó? Hangjegy. Na, most mi lett ilyen? Megtartjuk? Hát nem tudom. Én most azt érzem, hogy lehet, hogy jót tenne, hogyha most itt lecserélnénk. Na, de miért cserélnénk le? Azt mondom, hogy nem cseréljük le. Pont azt mondom. Hát akkor mi lesz a 11-12-nél? Hát azt a boldog tudatot hagyja meg magának, hogy majd esetleg ott még cserélhessen. Jó. Tehát mit csinálunk, Szabolcs? Akkor tegyünk rá 50%-ot, azt mondjuk, majd megláljuk. Jó, 50%. Kinek a nevéhez fűződik a dodekafónia kidolgozása? 1. Schönberg. 2. Ábánberg, 3. Honegger, 4. Sosztakovics, 5. Bartók, 6. Kurtág. Azaz 12 fokú hangsor és technika 8 helyett. Hú. Aha. Uh-huh. Akart valamit mondani nekem, amikor kijött a kérdés, nem? Hogy tyűha. Ja, tyűha, ennyi volt? Uh-huh. Ó, akkor azt ne mondja, azt ne jelöljük. Írt valami tyűha is? Na, komolyan. Tehát dodekafónia. Ki az, akit azonnal ki lehet zárni? Hát én... tippeim szerint a... én a most így... az az igazság, illene tudni. Szóval azt hiszem, hogy ezt illene tudni. Igen? De most... igen. Ki ez, én a Bartók, Kurták, tehát a magyarokat így első körben kizárt. Jó, kizárt a Bartókot, Kurták, és Sosztakovics, Honegger, Ábánberg, Schönberg. Nekem valamitől nem tudom, nagyon a Schönberg van a fejemben, de nem vagyok egyáltalán biztos Schönbergben, megmondom őszintén. Tehát ez most egy igen, igen szép kérdést kaptam, megvallom a őszintét. És hát még a Sosztakovics is pályázik a jelölésre erőteljesen. Alban Berg, ha az lett volna ott, hogy Anton Berg, akkor bajobban lennék. Bajobban lennék, tehát őt is kizárnám. Honegger? Sosztakovics? Mi marad még benne? Én azt gondolom, hogy Schönberg és Sosztakovics marad jelen pillanatban most. Most így első körben. Időben helyezzük el a kettőt. Ki volt korábban?
Hát emlékeim szerint Schönberg az tehát időben korábban, tehát tőlünk távolabbi, mint Sosztakovics. Halló, hol jár? Halló, halló, nem rávágunk, csak... Na mi van? Most valami? Mondtam, ma tettem? Hát meg kell, hogy mondjam őszintén, én részese voltam egy előadás... Igen. Na. Én részese voltam egy általán igen szeretett előadásnak, de én most nem majd erre, mert csak muszáj igen. Nem az, de az idejéből. Nem baj, ez most belefér már nekem. Ezt már tényleg bele. Moltad, most csak utána egyszer. Meghallgatom. Abban van egy Schönberg zene zongora, Swift, Opus. Igen, jelöljük meg Schönberget, jó? Na most mondja már, minek volt a részese? Csak egy szög című Mohácsi testvérpár előadásnak, amiben volt szerencsém részt venni. Igen. Én szerintem, ha még lesz valaha is, akkor azt mindenféleképpen érdemes megnézni, mert aha, a toleranciáról és egyéb körülményekről szól. Nagyon szép előadás, és bizony a Schönberggel kínoznak benne. Na. Aha, tehát onnan azért tehát az vissza. Igen. Ha azt mondom, hogy ugye kit keresünk, ez 6.168.750 forintért zajlik most ez a kis beszélgetés. Akit mi keresünk, a száműzték. Száműzték a második világháborúban, és Kaliforniában telepedett le. Most kit mondana? Egyébként amerikai állampolgár is lett. Hát, sanszos még mindig Sosztakovics is, de én most nem tudom, én akármi van. Tehát akármi van, hogyha mellé nyúltam volna, akkor is. Szóval, legyen Schönberg. Már megjelöltem, tehát... Meg, persze, csak azért mondom, hogy hát ha... Mert Sosztakovicsot azt tudom, tehát ő bizony őt nem szerették saját hazájában. Így van. Nagyon sok konfliktusa volt ebből. Annak ugyan politikai okai voltak, de kérdés, hogy Kaliforniában telepedett le. Erre nem emlékszem. Ugye? Sajnos. Dodekafon volt Sosztakovics? Szabolcs. Na mi van? Örülünk. Takarjuk le a számot, és játszunk tovább. Ezt most meg kell mondjam, tényleg a Mohácsiéknak kell megköszönnöm. Meg is fogom. Csak annak ugrik be valami, akinek van minek beugrania, én erre ezt mondom. Tehát különben csak én tudok beugrani. Van 3 perc, 27 másodpercünk. Tökéletes. Már azért is tökéletes, mert megvan a kedvenc témaköre. Poprok, és még itt vannak a segítők, Hornung Gábor legfőképpen. Na, fussunk, szaladjunk, haladjunk, hát, nem? Tehát megnézzük, azt szerintem megnézzük. 11. kérdés, téma. Most van a csere ideje. Jaj. De most, hát akkor tessék cserélni. Szabolcs, hát egyre rosszabb állapotba kerül, könyörögve kérem. Hát ahelyett, hogy most tényleg élvezkedne. De abszolút, de... Hát mit veszíthet már csak a láncait? Hát itt van a kedvenc témaköre. Pop rock, hát miért nem cseréli le, ha nem szereti? Mit csináljon? Hogy érzed? Igen. Tényleg. Itt már nincs jó választ. Itt nem akarunk befolyásolni. Menjünk a saját témakörre, akkor még mindig igénybe vehető lesz a Gábor. Tehát még mindig ott vannak segítségnek. Jó, menjünk, de csak fele, jó? Szóval tényleg csak fele. Jó, fele. Porpora. Egy festő több képét életre keltette az R.E.M. Losing My Religion című videoklipjében. Kiét? 1. Correggio. 2. Caravaggio. 3. El Greco. 4. Il Grechetto. 5. Tintoretto. 6. Tiziano. Na, hát akkor... Na,
Tehát ismeri a klippet? Imádom. Tegyük meg akkor. Mire gondol? Hát én emlékeim szerint Caravaggio lesz az, de beszélgettünk? Jelölj. Tehát azt mondja, hogy? Én Caravaggio-t mondok. Miért mondja, hogy Caravaggio? Egész egyszerűen az az ő képei vannak előttem, na, amikor azt látom, amit látok. Hitetlen Tamás? A többek között. Mit tud a klipről? Mesélj el azoknak, akik nem tudják. Hát, van benne angyal, vannak benne desznók, kinevetik Jézust, és ilyenek. Meg van benne egy szoba, amiben, tehát egy ilyen teljesen natur deszkás szoba, az egésznek egy ilyen sárgás-barnás árnyalata van az egész klipnek, néha van benne egy-két kék. Azt tudja, hogy Caravaggio embert ölt? Egyébként? Hát, most erre nem tudnék egyértelmű igennel. Igen, egy teniszjáték körüli vitában egyszer csak megölt egy embert, ha ő. Ha nem, akkor beszélgetünk El Greco-ról, vagy Tintoretto-ról, vagy Tintoretto-ról, vagy Tizianóról. Nem baj. Tehát ez most már tényleg, ez már nekem, tehát hogyha ezt most itt levonják, ami itt van abból, ami amott van, ma az már tök jó. Nézzük, hogy mi a megfejtés. Azt nem mondja, hogy rosszul érzi magát. Nem, most mert akkor tényleg nem tudom mit csinálni. 2 perc 54 van, itt van még a Gábor, és 12. kérdés. Uh-huh. Nem tudom, voltunk már így ebben a állapotban? Mi ketten még nem. Ezt konkrétan tudom mondani. Sajnos még nem volt. Hát én már jutottam el idáig így álomban, tehát ilyen ízétet is. Én ültem a másik oldalon? Csak ennyit kérdeztem. Én válaszoltam, vagy kérdeztem. Ezek a vágyálmaim voltak. Jaj, ne birizgáljam. De tényleg álmodott már erről? Nem, most de szépen mondta, azért én elhittem szőkenősen. De nézzük, 12. kérdés témakör. Műterem. Szeretjük. Itt van Gábor. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Én annyira örülök, hogy itt lehetek. 12-nél. Nem. Tényleg, nem. Ezt itt már nem. Tényleg? Mm-hmm. Pont az utolsó. Ez a vége. Csúcson kell abba hagyni. Csúcson? Igen. És maga azt tudja, hogy ez a csúcs? Én most úgy érzem. Tehát itt megpihennék ebben a magasságban. Na, mi lesz a pénzzel, most komolyra fordítva a szót? De csak kicsit? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Szóval van mit csinálni. Tehát van. Itt a helye. Mi lesz? Na meg hát ott persze. Hát igen. Mikor születik? Karácsony. Pont. Nagyon jó helyre megy. Köszönjük szépen. Ügyes volt, okos volt. Azt sajnálom, hogy ezt a 12-et még nem próbálja ki. Nem, tényleg. 9.253.125 forintot nyert. Szabolcs a KRH 9.253.125 forint értékű Mastercard bankkártyáját nyerte. Milyen helyes, ugye? Örülök! Na tessék, fiatal értelmiségi, kedvesen játszik. Delik Lára következik ám.
Kecskemétről érkezett Deri Klára, könyvtáros és művelődés szervező. Hát üdvözlöm, szemüveg, készüljön be, mérje fel a terepet, és legyen szerencsés. Kezdjük el a játékot, köszönöm, jó? Szépen. Első kérdés, témakör. Címlapsztori. 25 ezer forintért. Milyen néven ismerjük a trükkös bankrablót, Ambrus Attilát? Iszkis. Második kérdés, témakör. Édes élet, tét. Duplázni szeretnék. Melyik étel Parma nevezetessége? Sonka vagy croissant? Parmai sonkát ismerek. Lesz a parmezán mellett. Igen. Finom, de szeretem. Én is. 50 ezer forint, Klára. Harmadik kérdés, témakör. História. Hát duplázunk. Duplázunk. Melyik nem volt magyar király jelzője? Egy kalapos, kettő képes, három könyves. Ugye volt igazságos. Hát kalapos volt valami József nevezetű, könyves Kálmán, képesre nem emlékszem, tehát a kettesre gondolnék én. Jelöl? Igen, jelölném. Jól van, 100 ezer forint. Jól halad, 14 perc, 46 másodperce van. Nyugalom. Nézzük a negyedik kérdés témakörét. Heuréka. Ajaj. Ajjaj. Ennek nem nagyon örülök, de... Negyedik kérdés, hátha. Negyedik, hátha. És minden jó. Segítsége megvan. Tét? Legyen 75%. Melyik test részéről készítette az első röntgen felvételt maga a feltaláló? Egy nyakcsigolyájáról, kettő tüdejéről, három kezéről, négy koponyájáról. Hát ezen gondolkodnom kell, hogy... Mi az, amiről meg tudta csinálni? Hát valószínű, hogy a kezét tudta oda rakni. Gondolom én is, ott a csontocskák átsejlettek. Így lehet valahogy. Hát én azt gondolnám, hogy igen. A hármas. Meg azt is hiszem, hogy véletlenszerűen fedezte ő föl ezt, hogy a sugarakát. Szerintem a keze maradhatunk ennél. No, nézzük! Az első fizikai Nobel-díjat 1901-ben vált és vette. 175 ezer forintja van, megvan minden segítsége. Ugye a kedvenc témaköre majd a regényes lesz. Igen. Hát persze. Könyvtáros. Igen. Benne a boldogságban ott. Igen. Jó, ki lesz a segítsége? A fiamat hoztam el segítségnek. Üdvözlöm. Szóval Ferenc. Jó napot, jó estét. De önök ketten vannak testvérek, úgy emlékszem, nem? Igen, van öccse, egy nővérem. Öccse, bátya, nővére. És ön mivel foglalkozik, Ferenc? Én most Angliában voltam egy fél évig, egyéb iránt most iskolára készülök. Milyen iskola? Idegenforgalmi. Idegenforgalmi. Hol? Békés Csaba. Nagyon kellett gondolkoznia, de mindegy, majd ott talán lesz egy pár éve még. Ötödik kérdés, témakör. Műterem. Az egészet meg szeretném kockáztatni. 100%-os. Melyik művész festő a felsoroltak közül? Egy Donatello, kettő Verrocchio, három Brunelleschi, négy Giacometti, öt Modigliani. Az ötöst jelöljük meg, ezen nincs mit gondolkodni most, ez az igazság. Híres alak művészek egészen a reneszánszkor a 20. századig. No, 14 perc, 21 másodperc. És már eljutott a hatodik kérdésig. Hihetetlen. Legyen bátor, téttel menjen. 350 ezer forintja van. Hatodik kérdés témaköre pedig. Édes élet. 75%-ot merészelek most. Jó.
Milyen kiegészítőt neveztek fibulának? Egy halcsontot, 2 esküvői fejdíszt, 3 ruhakapcsoló tűt, 4 fodros manzsettát, 5 magas sarkú topánt, 6 karperecet. Fibula. Igen. Rögtön kizárnám a magas sarkú topánt, de nem tudom miért. Karperecet nem merem még, a halcsontra, mintha más szó lett volna, az esküvői fejdíszről megint csak más jut eszembe, az párta, talán meg koszorú. Fodros manzsetta, az meg talán társzli. Karperec. Az esküvői fejdíszt, azt nem, a ruhakapcsoló tűre gondolok, és talán még a karperec jöhet szóba. Tehát 2 hagyott be. Igen. A karperecre nem hallottam ezt. Ruhakapcsoló tű, fibula. Hát arra gondolok, hogy a 3-ast kellene megjelölnem. Jelöl? Én megjelölöm. Azt, amit még keresünk, tehát a fibulát, azt készítették, attól függően kiengedhette meg magának, de akár bronzból vagy aranyból nagyon díszes is tudott ez lenni. Igen. Ha jól tudom, olyan gombokat gyűjt. Igen, ez egyik mánia. De vannak régi szép? Igen. Ezért is kezdtem el gyűjteni, mert volt egy pár nagyon szép darabom. Na hát és... a fibula is egy ilyen dolog, hogy gyönyörű szép darabok vannak. Akkor remélhetem, hogy talán rátapintottam. Na nézzük. Mai biztosítótű őse és Krisztus előtti második évezredben már használták. Gyönyörű veretesek voltak. 13 perc, 29 másodperc, 612.500 forint. Klára, mi lesz a pénzzel? Hova szeretne eljutni? Elmúltam már 40 éves, és van egy álmom, hogy végigjárjam a Caminót. Nem kifejezetten zarándoklat céljából, mert annyira nem gyakorlom a római katolikus vallásomat, hanem nagyon szeretek gyalogolni, és úgy hallottam, hogy ez a Camino, ez a tejútrendszer alatt halad át, és olyan magnetikus ereje van, hogy testileg, lelkileg helyrerázza az embert, és úgy érzem, hogy most már kicsit úgy érdemes. Hogy önnek most testileg, lelkileg helyre kéne rázódni. Igen, hogy, igen, így van. Jól van, Klára! 7. kérdés témakör. Természet. Megtartjuk? Barátságban vagyok vele, de egy 75%-nál nem merek többet rátenni. Rendben. Sok rétűen. Milyen állatok ezek? Tengeri nyúl, pelikán láb, tengeri fül. 1 kagyló, 2 rák. 3 szivacs, 4 sün, 5 csiga, 6 hal. Pelikánláb, na hát ez érdekes. Pelikánlábról egyáltalán nem hallottam. Tengeri nyúl, tengeri fül. Hát halra nem, a halat azt kizárnám, mert a halakról többet hall az ember, és gondolom, hogy ha ilyen különleges hal lenne, akkor már megütötte volna a fülemet. Mire utalhatnak ezek az elnevezések? Igen. Tehát a formájuk. Így van. Pontosan. Most mi lehet fül? A kagyló lehet fül alakú például simán. Láb alakú is lehet. Nyúl alakú kagyló. Na most akkor rák. Rák láb alakú, fül alakú rák. Azt nem. A szivacs viszont az lehet. És ha jól tudom, a szivacs az állatka. Állatka? Sűnre nem gondolok, mert a sűn most miért lenne fül alakú, vagy láb alakú, vagy pelikán alakú. Azt mondta, a formanyára utalnak. Igen. Hát ugye ezek nem egyforma formák, tehát tengeri nyúl, pelikánláb, tengeri fül. Hát még talán a csiga az lehet, az is ugye a kagylóból kibújik, bebújik, franc tudja milyen alakokat vesz föl. Most mit tartod benn? Hát még a szivacskát még ott tartottam, a csigát. Nem tudom, miért a sűnre nem gondolok. Hát nem tudom, talán akkor a csigánál tartani.
hogy a csiga lenne az, amelyik tengeri nyúl, pelikánnál vagy tengeri fül alakzatot is képes felölteni? Igen, mivel tényleg a szivacs az csak ott van magában, az annak nincsenek ilyen mozgó szervmozgás, tehát olyan szervei, amivel mozogni tud. A kagyló az meg elég egyértelmű, ott a kagyló formájának lehet valamilyen alakja. Akkor bátran megjelölöm az ötöst, a csigát. Na. Jaj. Most mi itt egy állat, három különböző fajtájáról beszélünk. Mindegyik tengeri állat, méghozzá a földközi tengerben és az Atlanti óceánban él. És tökéletes módon alkalmazkodik a környezetéhez. De melyik ez az állat? Leemelek egy lexikont, és utána nézek. Leemeli a lexikont. 1.071.875 forint. Jól van. Ez már megnyugtató. És megvan mind a három segítsége. 7 perc, 24 másodperce van. Nézzük a 8. kérdés témakörét. Várjuk Önöket, drukkoljanak nekünk, viszont. Ne feledjék, multimilliómos holnap este is a Tények előtt.